Moszkva nem szállít gázt és olajat azokba az országokba, amelyek támogatják, hogy ársapkát vezessenek be az orosz energiahordozókra. Így reagált az orosz kormányfő az Európai Bizottság elnökének szavaira. Ursula von der Leyen pénteken beszélt arról, hogy korlátozni kell az orosz gáz árát, a G7-es országok pedig a kőolajárát szabályoznák. Kilométerekről látható az égő földgáz lángja a Szentpétervár melletti Portovaja kompresszor állomásnál. Nyugati feltételezések szerint azt a mennyiséget semmisítik meg, amelyet a Gazprom nem tud leszállítani Európa felé. Az északi áramlaton érkező gáz kiesése azonban a jelek szerint alig foglalkoztatja az uniós vezetőket. Nagy kérdés, hogy meddig? Az Európai Bizottság elnöke pénteken német konzervatív politikusokkal találkozott és azt mondta, a tagállamok a tervezetnél is jobban állnak a gáztárolók feltöltésével. Ursula von der Leyen szerint ársapkát kell bevezetni, vagyis szerinte uniós szinten kellene korlátozni az orosz gáz árát. Szilárd meggyőződésem, hogy itt az ideje árplafont bevezetni az Európába irányuló orosz vezetékes gázra, mondta a bizottság elnöke. Ezzel szinte egy időben a világ legfejlettebb gazdaságú államait tömörítő G7 csoport azt jelentette be, hogy a pénzügyminisztereik ársapkát vezetnének be az orosz kőolajra. A döntést az Egyesült Államok is üdvözölte. A Fehérház szóvivője úgy fogalmazott, a lépés segít megfosztani az orosz háborús gépezetet a bevételeitől, és hozzájárul az árak csökkenéséhez is. De az oroszok ezt nem így látják. Az orosz kormányfőhelyettes azt mondta, Moszkva nem asszisztál a nyugati kísérletekhez. Alekszandr Novák szerint a helyzet egyszerű. Nem fognak olajat szállítani azoknak az államoknak, amelyek támogatják az ársapkát. A volt orosz elnök ennél is keményebben fogalmazott. Ugyanúgy lesz, mint az olaj esetében. Egyszerűen nem lesz orosz gáz Európában. Írta Dmitrij Medvegyev, aki arra emlékeztette az Európai Uniót, hogy a földgázt sokkal nehezebb más irányból pótolni, mint az olajat. Nem sokkal később a brüsszeli bizottság úgy reagált, Európa nem fél, és jól felkészült, hogy ellenálljon, ha Oroszország fegyverként használná a gázt. A gazdasági ügyekért felelős Paolo Gentiloni ugyanakkor arról nem nyilatkozott, hogy ezt ugyanígy érzik-e az uniós polgárok is, akik egyre többet fizetnek a rezsiért, és akiket a kormányaik újabb és újabb áldozatvállalásra szólítanak fel.